Immár harmadik alkalommal rendezi meg városunkban az utcai kosárlabda kupát, a Pest megyei Kosárlabda Szövetség felkérésére a Szentendrei Kosárlabda ESE az önkormányzattal együttműködve. Mindig sokan vannak ezen a rendezvényen. A mi csapatunk tavaly megnyerte ezt a rendezvényt, és tulajdonképpen ennek a célja az, hogy népszerűsítse a kosárlabdát, illetve olyan érdeklődők is játékos feladatokhoz jussanak, akiket érdekel. Tehát nem csak kosárlabdázók nevezhetnek a streetballra, hanem bárki, aki a nevezési lapot időben leadja és kitölti, játszhat ezen a hétvégi rendezvényen, ami egyébként országos megmozdulás, és mi is csatlakoztunk, illetve az Egyesület támogatja ezt a szentendrei rendezvényt. És ide előzetes nevezés szükséges, vagy ott a helyszínen is lehet majd jelentkezni? Kétféleképpen lehet nevezni. Egyrészt a Pest megyei Kosárlabda Szövetségnek a honlapján online várják az előzetes jelentkezéseket, illetve a helyszínen, ami most szombaton a Barcsai iskola udvara 9-től lehet személyesen nevezni a nevezési lapoknak a kitöltésével, és akkor ott sorsolják a korosztálynak megfelelő csapatokat össze, és úgy kezdődnek a játékok, a verseny akkor kezdődik. A következő nagy esemény szeptember 22-én tartja a kosárlabda ESE, ahová szintén várják az érdeklődőket. Ez is egy országos szervezésű emlékverseny Hepp Ferenc emlékére, aki kiemelkedő egyénisége volt a magyar kosárlabdázásnak, és 30 évig volt a magyar női kosárlabda válogatottnak az orvosa, tehát mondjuk érdemes tudni, hogy egyáltalán milyen versenybe nevezünk. Ide minden Magyarországon játszó NB2-es, illetve NB1-es csapatnak kötelező a nevezés, és nyilván tudásnak megfelelően sorsolják össze szintén a csapatokat. A selejtezővel kezdődik, ami most nálunk a mi MB2-es csapatunk részvételével Leányfalun lesz, a Móricz Zsigmond általános iskolában lesz 22-én 5-től. Úgyhogy szeretettel várjuk oda a szurkoló táborunkat. A felnőtt kosárlabdások természetesen elkezdték már a felkészülést, a fiatalabb korosztály azonban egyelőre még nem tud edzeni. Volt ez a nagy edzőtáborunk, ugye az volt az alapozó felkészülés, ami nagyon jól sikerült, azt gondolom. És sajnos rossz hírekkel számolhatok be, mert csak a felnőtt csapatunknak tudunk egyelőre edzéseket tartani. Itt az általános iskolákra várunk, hogy mikor kezdhetünk, illetve milyen időpontokat kapunk meg abból, amit kértünk. Úgyhogy egyelőre a többi csapatunk még sajnos nem edz. 2006 előtt született gyerekeket várjuk nagyon sok szeretettel, és kiemelném, hogy a lányokat is, ugyanis az idén elindítjuk az első lánycsapatunkat a Pest megyei bajnokságban, kadett korcsoportban. Ide is várunk nagyon sok szeretettel még lánykánkat, illetve minden korosztályunkhoz, de legfőképp a picikhez lehet becsatlakozni. Egyik nagyon kedves játékosunk, illetve aki az Egyesületet alapított, az ő fia elment külföldre tanulni, úgyhogy itt hagyott minket egy pár évre, de ígéretet tett, hogy visszajön. Illetve egy másik örömteli hír, hogy a másik edzőnk, Szép Márton is fog ezentúl a felnőtt meccseken játszani, és azt hiszem, hogy ennek a gyerekek örülnek a legjobb. Most szombaton tehát 9 órától várják az érdeklődőket a Barcsai Jenő általános iskola udvarára, a streetball kupára. Aki csak nézőként szeretne részt venni az eseményen, annak is érdemes ellátogatni a pályára.